Az európai borászatra jellemző fogyasztás csökkenés itthon is érezteti hatását. A borfogyasztás visszaesése drasztikus felett az elmúlt 20 évben. Ezzel párhuzamosan azért a Magyarország szőlőterülete is csökkentek, lényegesen kevesebb szőlőterületen gazdálkodunk már, mint, ő, mint 20 évvel ezelőtt. Viszont a borfogyasztása is az elmúlt években iszonyatosan visszaesett. Ennek az okát mi is vizsgáljuk és nézzük, és látjuk a fogyasztói trendek változását. Érdekes módon a fehér boroknak a fogyasztása az növekedett a a, a rozé az már évek óta egy stabil, stagnáló piac, de a vörösborok kész fogyasztása drasztikusan csökken. Hiszen amíg Magyarországon 20 éve még 30 liter volt az egyfőre első borfogyasztás, Addig idén ez a mennyiség már megközelítően 15 literre esett vissza. Rázni, több bokot is látunk benne. Például a mai fiataloknak kevésbé nyúlnak a borhoz. Én nem gondolom, hogy az alkoholfogyasztás csökkenne, sokkal inkább azt látom, hogy a bornak a fogyasztása csökken. Valahogy nem érinti meg a fiatalokat már a borhoz való kultúra, nem érinti meg, hogy ez nem csak pusztán egy alkoholos termék, hanem ez egy, ez egy, ez egy, ez egy nagyon komoly szakértelmet igénylő ö, fogyasztási. Cikk, és ezért előszeretettel választják azokat, azokat a termékeket, amelyek esetleg jobb ivásúak, édesebb ízek, és ezek a száraz vörösboroknak sajnos most egy picit visszaesőben van a fogyasztása. A bajok szembetűnő jelei közül megfigyelhető, hogy a borfogyasztók korfája rohamosan öregszik, a fiatalokat pedig nem tudják megszólítani.